Mint arról már korábban beszámoltunk, tavaly év végén egy újfajta koronavírust azonosítottak Kínában, Wuhan városában, mely azóta a föld egyre több pontjára terjedt már át. Lázza a köhögéssel, légszomjjal, izomfájdalommal jár, súlyosabb esetben tüdőgyulladást, légzési, illetve szervi elégtelenséget okozhat. A hétfő délelőtti adatok szerint több mint 110 ezer fertőzöttről beszélhetünk világszinten, ebből mintegy 61 ezeren gyógyultak már fel. Az elhalálozások száma meghaladja a 3800 főt. Európában, Észak-Olaszországban, Lombardiát és további területeket helyeztek már vesztegzár alá, azonban a kontinens más országaiban is növekedett a regisztráltak száma. A lakosság védelmének érdekében hazánkban a közelmúltban létrejött egy operatív törzs, mely folyamatosan ülésezik. Fő céljuk, hogy itthon ne alakuljanak ki gócpontok, ne legyenek csoportosan megfertőzöttek. Épp ezért az országos tiszti főorvos Müller Cecília valamennyi fekvőbeteg ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményben látogatási tilalmat rendelt el. Az intézkedés visszavonásig érvényes. A vírus cseppfertőzéssel terjed, ezért fontos az alapvető higiéniai szabályok betartása. Erre hívja fel az Országos Mentőszolgálat szóvivője Györfi Pál is a figyelmet. A videó a Facebookos honlapjukon is elérhető. Mosson gyakran kezet szappanos vízzel vagy fertőtlenítővel. Tüsszentés vagy köhögés esetén használjon papír zsebkendőt, és azt azonnal dobja ki a szemetesbe. Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje a közvetlen érintkezést. A megszokott érintkezési formákat, így a puszit vagy kézfogást érdemes mellőzni. Lázzal járó betegség esetén telefonon jelentkezzen orvosánál. A szakember az egyik országos csatornán adott interjújában arról is beszámolt, hogy növelték azon mentőautók számát minden megyében is a fővárosban egyaránt, melyekkel a fertőzött gyanús személyeket tudják a kórházba szállítani. A Magyar Külügyminisztérium arra kéri a lakosságot, hogy mivel járványról van szó, aki más országba kíván utazni, az mindenképpen regisztráljon előtte a konzuliszolgálat.kormány.hu oldalon. Mindemellett arra hívták fel az egészségügyi dolgozók figyelmét, hogy amennyiben lehet saját maguk és az egészségügyi ellátás biztosításának érdekében ne hagyják el Magyarországot. Hazánkban jelenleg 9 fertőzöttet látnak Budapesten és Debrecenben, valamint 67-en vannak karanténban. Naprakész információkat a koronavírus.gov.hu, illetve a kormány.hu weboldalakon is találhatnak, továbbá az alábbi zöld számokat díjmentesen lehet tárcsázni probléma esetén.